11 hónap ezelőtt leállt a Nemzeti Választási Iroda honlapja éppen az országgyűlési választás reggelén. A honlap nem bírta a terhelést, lefagyott és a választási eredményeket sem lehetett nyomon követni. A Nemzeti Választási Iroda központjában három nappal a választás után szortírozzák az átjelentkezéssel szavazók voksait. Az iroda honlapja még ekkor sem működött, nagyjából egy hét alatt sikerült helyrehozni a rendszert. Ez most a Nemzeti Választási Iroda honlapja. Már készülnek a május 26-i Európai Parlamenti Választásra. A teljes informatikai rendszert felkészítik a várható terhelésre. Erről is beszélt néhány napja az Inforádióban a Választási Iroda vezetője. 134 külképviselettel lesz most választás. Ezeknek a címeit most tesszük fel, tehát ennek már abszolút működni kell a honlappal kapcsolatban most történnek a tesztelések és a sérülékenység vizsgálatok. És kiderült, nincs minden rendben. A héten két próbát tartottak, és ebből kétszer találtak hibát, mindkétszer a választási kommunikációs és információs rendszerben, amely a választási irodák által használt belső kommunikációs rendszer. Ez az azonnali pont írta meg. A demokratikus koalíció szerint megengedhetetlen, hogy az EP választáson is lefagyjon a rendszer. Éppen a legkényesebb pontnál amikor a helyi irodák adták le az adatokat, akkor mondott csődöt, és akkor fagyott le a rendszer újból. Nagyon hasonlóan ahhoz, mint hogy történt ez tavaly április 8-án. A választási iroda közleménye szerint javították a hibát, amely nem érinti a választási adatokat rögzítő és feldolgozó rendszer működését, folyamatosan tesztelik és fejlesztik a rendszert, hogy az a fő próba során és a választás napján is megfelelően működjön. Arra is felkészülünk, hogyha netán. Országos áramszünet, vagy bármilyen történne, akkor papíralapon hogy tudjuk eljuttatni az eredményeket, és tudjuk közölni azért a választási eredményt előzetesen. A választás informatikai rendszerének minőség biztosítását egy független, nemzetközileg is elismert cég, az Örsten Yang végzi, közölte az MVI. A Nemzeti Választási Iroda a választások ideje alatt egy biztonsági központot is üzemeltet, majd itt követik nyomon azt, hogy valaki megpróbál-e behatolni az informatikai rendszerbe. Az iroda munkatársai Brüsszelben folyamatosan egyeztetnek a magyar, illetve az uniós választási rendszer összehangolásáról. Kéri Barnabás, Ertel Híradó, Budapest.